Már a gyerekek, a pedagógusok és a szülők is várták a téli szünetet, hiszen nagyon mozgalmas volt a december a Refi általánosban és a Talentum oviban is. December hónap az egy nagyon mozgalmas időszak volt, mint a óvodában, mind pedig az iskolában. Az adventi készülődéssel és a karácsonyi ráhangolódással teltek a decemberi napok, illetve a hetek. Nagyon sok és tartalmas rendezvényt szerveztek az óvónénik az óvodában, több rendezvényt együtt a szülőkkel, egy adventi kézműves délután, ami nagyon jól sikerült a csoportokban. Nagyon sok szülő eljött, és együtt a gyerekkel készítették a karácsonyi díszeket és egyéb más karácsonyi ajándékokat. Aztán nagyon örültek a gyerekek, amikor az általános iskolából a tanítónénik átmentek, és egy nagyon aranyos báb előadással kedveskedtek nekik, de nem csak a tanítónénik, hanem az óvónénik is készültek egy karácsonyi báb előadással. A karácsonyi műsorban diákok és tanárok együtt szerepeltek. A téli szünet után még van néhány hét a félévi jegyeken a javításra is. Készültek természetesen az iskolában is az osztályok, az osztályközösségek, munkaközösségi szinten is természetesen, illetve iskolai szinten is. Minden adventi gyertyagyújtás alkalmával, tehát minden karácsony délelőtt a református nagy templomban műsorral szolgáltunk a gyülekezet számára egy meglepetés műsorral. Tehát nagyon sokat készültek a pedagógusok és a gyerekek karácsonykor is nagyon szép karácsonyi műsort adtak, illetve azt megismételték Szentestén, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tartalmasan és nagyon gazdagon telt a december hónap. Várhatóan jól fognak sikerülni a felmérők, és akkor mindenki egy sikeres első fél évet tudhat majd magának. Kicsit benne vagyunk már, belekóstoltak a gyerekek a felmérésbe is, hiszen január 9-én fogunk nyitni, kezdeni a téli szünet után. A hangos olvasás felmérésén már túl vagyunk, és több tantárgyból megírták a témazáró dolgozatokat, illetve néhány tantárgyból már felméréseket is írtak. Tulajdonképpen nem hagyjuk a felméréseket teljes egészében január hónapra, mert így egy kicsit a január, mivel ugye később kezdünk, le fog rövidülni. Január 20-án pénteken zárjuk az első fél évet, tehát elő kellett nekünk a felmérések kapcsán is készülni. Egyébként a gyerekeket úgy engedjük el, írásbeli házi feladatok nélkül, hogy pihenjenek, élvezzék a szünet adta lehetőségeket, és mindemellett nyilván, ha van idejük, lesz lehetőségük, akkor olvassanak és gyakoroljanak.